Sziasztok, Tamara vagyok, ez pedig a Faltól Falig könyveslog csatornája. A mai videó a júniusi összegző lesz. Júniusban 4 könyvet sikerült befejeznem, és ebből az első egy felvidéki magyar szerzőnek volt a novellás kötete, ami nem más, mint Bartalos Tóth Ivetának az Élet lejárt szavatossággal című könyve, ami tavaly jelent meg egy pozsonyi könyvkiadónál. Ebben a kötetben több mint 30 novella szerepel, és a döntő többsége olyan nőkről szól, akiknek nagyon nem úgy alakul az élete, ahogy ők ezt szeretnék. A novellák témája nagyon sokféle, van benne szó betegségről, gyászról, kamaszkorról, szegénységről, de a legtöbbje mégis olyan nőkről szól, akik a 30-as, 40-es éveik körül járnak, családanyák, és olyan elvárások érkeznek feléjük, akár a családjuk, akár a házastársuk, akár a társadalom más tagjai felől, amelynek nagyon nehezen tudnak megfelelni. A megfelelni vágyás a főhősök mindegyikében szinte ott van, viszont az elvárások súlya alatt nagyon sokan összeroppannak, és egyik novellának sincs pozitív vége vagy boldog befejezése, úgyhogy egy meglehetősen kiábrándult, vagy az élet nehezebbik oldalát bemutató kötetről van szó, nem hiába az a cím, hogy az élet lejárt szavatossággal. A novellák nem hosszúak, viszont én egyáltalán nem tudtam egyszerre sokat olvasni belőlük, pont amiatt, mert eléggé negatív élethelyzeteket vázoltak fel, viszont Bartalos Tóth Ivetának nagyon jó stílusa van, ezt 2-3 novella után már egyértelműen fel lehet ismerni, ami szerintem nagyon nagy szó egy írónál. Egy-egy rövid írás egész életeket ábrázol, nekem mégis azok voltak a kedvenceim, amelyek egy-egy nagyon hétköznapi szituációt ragadtak meg, és ebből bontottak ki nagyon bonyolult családi mintázatokat, vagy rossz házastársi viszonyokat. És nagyon sok novellában egyébként feltűnt az étel, vagy az étkezés motivuma. Nekem az egyik kedvencem például a vasárnapi húsleves rítusában, vagy mágiájában megbúvó családi rossz beidegződések és mintázatok előbukkanása volt, ezt nagyon-nagyon szépen levezette Bartalos Tóth Iveta, úgyhogy ez volt az egyik kedvencem, de nagyon-nagyon jónak tartottam a legelső novellát, már csak azért is, mert ebben jelentkezett a szlovák-magyar együttélésnek a témája is, ami szerintem különösen fontos egy felvidéki írónál. A következő könyvet már láthattátok az évelei megjelenéseket összegző videómban. Ennek a könyvnek egyébként abszolút a fülszövege fogott meg, és miután elolvastam, egyből azt gondoltam, hogy nekem ezt muszáj elolvasnom ezt a könyvet, úgyhogy be is szereztem és el is olvastam Simon Winchestertől a Professzor és az Őrült című könyvet. A fülszöveg egy őrülttel izgalmas alapszituációt vázol fel, 1896-ban vagyunk, amikor az Oxford English Dictionary főszerkesztője, Dr. James Murray úgy dönt, hogy meglátogatja a szótár szerkesztésében résztvevő legaktívabb önkéntest, aki több mint 10 000 szócikkhez hozzájárult idézetekkel és mindenfajta segítséggel, és az ő levelei azok mind egy elmegyógyintézetből érkeztek, és amikor Murray felkereste ezt az intézetet, akkor szembesült vele, hogy ez az önkéntes nem más, mint az elmegyógyintézet egyik lakója. A fülszöveg ennél többet nem mond, viszont utána feltesz egy halom kérdést, ami így szól, arról, hogy mi is ez a könyv valójában. Nyelvészeti krimi, történelmi regény, lélektani thriller, társadalom és szellemtörténet? Nos, ezek a címkék teljesen félrevisznek, úgyhogy aki emiatt venné a kezébe ezt a könyvet, az ne tegye, mert ez egyáltalán nem egy fikció és nem egy regény, hanem az életrajznak, a művelődéstörténeti monográfiának és az esszének egy sajátos keveréke, szóval abszolút egy non-fictionről és egy ismeretterjesztő esszéről van szó, viszont nagyon-nagyon jó annak. Úgyhogy én egyáltalán nem csalódtam ebben a könyvben, viszont teljesen megértem, hogyha valaki ez alapján veszi meg a könyvet, és egy izgalmas krimire, thrillerre, vagy bármi másra számít, egy fikciós regényre számít, akkor biztos, hogy csalódás fogja érni. A könyv valóban szól a két ember barátságáról, és van benne gyilkosság is, hiszen az önkéntest William Chester Minort azért rakták elmegyógyintézetbe, mert tévképzetei voltak, és
ennek a tévképzeteknek a hatása alatt megölt egy embert, viszont az egész könyvnek a fókusza sokkal inkább az Oxford English Dictionary szerkesztésén van, és azon a hatalmas munkán, ami ennek az etalonnak számító szótár megalkotásához kapcsolódik. A szótár megalkotása majdhogy nem ugyanolyan őrült dolog volt, mint amilyen őrültek részt vettek a szerkesztésében, hiszen majdnem 50 évig tartott ennek a szótárnak a szerkesztése. A szedett szöveg majdnem 290 kilométer hosszú, és minden egyes angol szó szerepel benne, nem csak a jelentését és az etimológiáját nézve, hanem megkeresték az adott szó első előfordulását az angol irodalomban, és millió és egy idézettel látták el. Ezt a munkát természetesen nem lehetett csak a tudósokra és a szerkesztőbizottságra bízni, rengeteg önkéntes részt vett benne, akik azt vállalták, hogy az angol irodalom minden egyes könyvét elolvassák, és abból kijegyzetelik a szavakat, és azoknak az előfordulását. Mivel nagyon sok önkéntessel dolgoztak, így lehetett, vagy így fordulhatott elő az is, hogy az egyik elmegyógyintézet lakója, az amerikai származású William Chester Minor is részt vett ebben a szerkesztési munkálatban. A könyv annak ellenére, hogy nem fikció, nagyon olvasmányos, és iszonyatosan látszik Simon Winchesternek az elkötelezettsége a téma iránt, hogy mennyire beleásta magát, és mennyire a szívén viseli az Oxford English Dictionary sorsát. Úgyhogy akit érdekel az angol irodalom vagy a nyelvészet, annak mindenképpen ajánlom ezt a könyvet. Aki viszont egy nyelvészeti krimit vagy valamilyen thrillert szeretne olvasni, vagy ebből az egész történetből leginkább az őrült és a gyilkosság szavak érdeklik, az ne ezt a könyvet vegye a kezébe, hanem valami mást. A harmadik regény, amit olvastam, egy nagyon megdöbbentő történetet mesél el a közelmúltból, és ez nem volt más, mint Miha Mazzinitől a Kitörölve című regény. Miha Mazzini egy szlovén szerző, aki amellett, hogy rengeteg könyvet írt, filmrendező is, és 2014-ben jelent meg szlovénul a Kitörölve, amiből egyébként ő maga a filmet is rendezett később. A könyv 1992-ben játszódik Szlovéniában, a főhőse egy Zala nevű egyedülálló kismama, és a történet kezdetén Zalával a kórházban találkozunk, éppen szülni készül, és miközben a kórházi felvétele zajlik, kiderül, hogy az adatait nem találják a számítógépes rendszerbe, ami először csak egy adminisztratív hibának tűnik, később viszont kiderül, hogy nagyon is komoly dologról van szó, és ő is egyik azoknak, akiknek minden adatát a kormány egyik napról a másikra törölte. Mivel a nyilvántartás szerint nem létezik, a megszületett gyermeke is árvának minősül, és ezért örökbeadható is egyben. És innen kezdődik Zala versenyfutása az idővel és küzdelme a rendszerrel, hogy tisztázza magát és visszaszerezze a kisfiát. Ez a történet bármennyire bizarrul hangzik, és bármennyire Kafka írásait idézi, egyáltalán nem a képzelet szüleménye. Annak a több mint 25 ezer embernek állít emléket, akiket 1992. februárjában a frissen függetlenné vált Szlovén Köztársaság belügyminisztériuma egyik napról a másikra törölt a nyilvántartásból, mert nem Szlovénia területén születtek, hanem az egykori Jugoszlávia másik tagállamaiban, és mint ilyenek külföldinek minősültek, és egyszerűen törölték őket az állampolgárok közül. A legszomorúbb az egészben, hogy ezeknek az embereknek a többsége egész életét Szlovénia területén belül élte le. Ilyen főhős egyébként Zala is, aki vegyes házasságból született, az édesapja szerb, az édesanyja szlovén, és bár egy szerb kisvárosban látta meg a napvilágot, mert az apja ott volt katona, de már kis csecsemő korában az egész család Szlovéniába költözött, Zala ott végezte az iskoláit, ott lett óvónő, ott lett lakása, szóval az egész életét Szlovéniában töltötte. A regény cselekménye nagyon-nagyon pörgős, látszik, hogy Miha Mazzini filmes, szinte egy film forgatókönyvet olvasunk, és valószínűleg ebből egy politikai thrillert rendezhetett, mert Zala nagyon sokszor kerül veszélybe, és nagyon sokszor kell menekülnie, hiszen iratok nélkül bármikor igazoltathatják, és kitoloncolhatják az országból. Úgyhogy rengeteg menekülés van benne, Zala folyamatosan keresi az igazát, és próbálja visszaszerezni a kisfiát. Ebben van több segítsége, illetve más karakterek is bekapcsolódnak a történetbe, és ennek az egész ügynek más aspektusait is megmutatják. Ez egy nagyon megdöbbentő és nagyon nagy hatású kötet,
nagyon gyorsan lehet vele haladni, tényleg pörgős és eseménydús a cselekménye. Én egyetlen egy ponton éreztem egy picit kidolgozatlannak a történetet, méghozzá pont a tetőponton, ahol Mazzini egy olyan fajta kihagyással él, ami egy picit a megértést nehezíti, vagy legalábbis vissza kell lapozni, hogy úristen, ez a dolog tényleg megtörtént, vagy mi történt itt. És a másik negatív dolog, amit muszáj felhoznom, az a fordításnak a picit átgondolatlansága volt, még egy-két átolvasás ráfért volna szerintem erre a szövegre, viszont mindez eltörpül amellett, az ügy mellett, ami mellett Miha Mazzini kiáll, hiszen ezeknek az embereknek a jogi státusza szinte a mai napig rendezetlen, és ez az egész ügy egyfajta tabunak számít Szlovéniában. És az utolsó regény, amit befejeztem júniusban, az egy kanadai származású írónőnek a regénye, Rachel Kasktól, a Körvonal. A Körvonal eredetileg 2014-ben jelent meg, és a magyar fordítást idén adták ki, és egy trilógia nyitó darabja, amelyben egy középkorú angol írót követünk, aki ebben a kötetben Athénbe utazik, hogy egy nyári írókurzuson előadásokat tartson. Az ott léte alatt különböző ismerősökkel, barátokkal, kollégákkal, diákokkal, vagy teljesen ismeretlen emberekkel találkozik, és a könyv fejezetei ezeket a beszélgetéseket tartalmazzák. A regény cselekménye tulajdonképpen ennyi, úgyhogy azt is lehet mondani, hogy ez egy meglehetősen történet nélküli történet, és az olvasói befogadás is nagyrészt azon múlik szerintem, hogy ez a 10 beszélgetés melyik olvasót mennyire köt le, vagy mennyire találja ezeket izgalmasnak. Én bevallom őszintén, egy picit hiányérzetem van ezután a könyvnek az elolvasása után. Én egy picit többre számítottam. Az az igazság, hogy a beszélgetéseknek csupán egy része volt ez, ami engem lekötött. Leginkább azokat a részeket élveztem, amikor mondjuk az írókurzuson voltunk a főhőssel, és a különböző diákok a különböző novella ötleteiket előadták, vagy amikor az írónő találkozott a görög barátaival, vagy a görög irodalmi élet tagjaival, és beszélgettek, de a többi beszélgetés nagy része a számomra inkább fecsegés volt, és rendkívül banális volt az egész, és egyszerűen untatott. Ugyanakkor ez mindenképpen a regény egyik nagy pozitívuma, hogy szerintem Rachel Kask bravúrosan ír, nagyon-nagyon jó az elbeszélő technikája, hiszen az egészet Fay, a főhősünk meséli el első szem első személyben, és tulajdonképpen az összes beszélgetés az ő belső monológia, és ez zseniálisan oldotta meg Rachel Kask. Nagyon tetszett, hogy a főhős egyáltalán nem reflektál ezekre a beszélgetésekre, csak egyszerűen leírja, ami éppen elhangzott azon az adott találkozón. És nagyon sok mindent megtudunk a beszélgető partnerekről, viszont Fay karaktere mindvégig háttérben van, és az ő magánéletéről nagyon-nagyon kevés derül ki. Így összességében azt kell, hogy mondjam, hogy a forma és az elbeszélés mód nagyon tetszett, viszont a tartalom, a beszélgetéseknek a nagy többsége nem untatott, és az, ami az életben elmegy, hogy fecsegünk az életünkről vadidegen embereknek, az úgy érzem, hogy egy regényben kevés, és leginkább a hiányérzetet ez okozta bennem ezzel a regénnyel kapcsolatban. Ez volt a júniusi összegzőm, ha olvastatok ezek közül a könyvek közül bármit, akkor írjátok meg kommentbe, hogy nektek hogy tetszett. Köszönöm, hogy velem voltatok ma is, és találkozunk legközelebb egy következő videóban. Sziasztok!